Köszöntöm a Bonyhádi Napló nézőit! A koronavírus járvány rávilágított az elektronikus ügyintézés előnyeire, mondta Puskásné Szegi Petra, Bonyhád város jegyzője. A polgármesteri hivatal vezetője szerint az e-ügyintézés alkalmas a helyi adók rendezése és utánkövetése mellett a szociális vagy éppen birtokvédelmi ügyek kezelésére is. Új helyzetbe került sok minden. Így az ügyintézés is a polgármesteri hivatalokban. Az e-ügyintézés szerepe is felértékelődött, és egyre többen jöttek rá ennek a kényelmes és környezetbarát megoldásnak előnyeire. Erről beszélgettünk Puskásné Szegi Petrával, a Bonyhádi Önkormányzat hivatal vezetőjével, a városi edzőjével. Mi viszonylag korán döntöttünk márciusban az ügyfélfogadási idő csökkentéséről, és az eddigi folyamatos nyitvatartás, ami hétfőtől péntekig 8 órában volt, kivéve az ebédszünetet vártuk az ügyfeleket. Ez lecsökkent összesen 4 órára egy héten. Ezért voltak olyan feladatok, szerettük volna az ügyfelekkel tartani a kapcsolatot, de a kollégák, fontos volt, hogy a kollégák otthon is tudjanak dolgozni, hiszen nagyon sokunknak van kisgyermeke, de a feladatot ugyanúgy el kellett látni, az ügyfélkapura egyébként ugyanúgy érkeztek beadványok, ugyanúgy jöttek postai úton, és ebben a 4 órában is nagyon sok kérelem jött. De azt érzékeltük, hogy a kapcsolattartás már nem ugyanaz egyébként, mint ami a veszélyhelyzeti időszak előtt volt. Ez a helyzet, ez nagyon jó volt arra, hogy feltérképezzük azt, hogy az úgynevezett e-ügyintézésben hol is állunk, hol is tartunk. Az ügyfeleket már az első pillanattól arra kértük és buzdítottuk, hogy használják az ügyfélkapujukat, használják ezeket az úgynevezett e-ügyintézés vagy e-papír szolgáltatási felületeket. Ugye a cégek, egyéni vállalkozók mind kötelezve vannak már az e-papír szolgáltatás használatára. A magánszemélyek között ez ugyanakkor nem elterjedt. Olyan fejlesztés történt, mely lehetőséget biztosít arra, hogy a magánszemélyek is gyorsan, az e-rendszer segítségével akár a karosszékükből intézzék ügyeiket. Ehhez elég néhány kattintás. Bármelyik böngésztőt megnyithatjuk, mert minden böngészővel működik. Ugye nekem azért itt a népszerű oldalak látszanak, de akkor beírjuk a Bonyhád város honlapjának a címét, ugye ez a www.bonyhad.hu. Rákattintunk, és van nekünk itt, hogyha legördítik, tényleg egyetlen gördítéssel, egy e-ügyintézés felület. Hogyha erre rákattintunk az e-ügyintézésre, itt két szolgáltatás közül tudunk választani, az e-papír szolgáltatása az egyéb kérelmeket kezeljük, az e-önkormányzati portálnál pedig arra az önkormányzatot tudjuk kiválasztani, ahol az ügyet szeretnénk intézni. Lehetőség van bejelentkezés nélküli és bejelentkezéssel történő, ügyfélkapunk keresztül történő ügyintézéshez. Az adóhoz minden esetben az ügyfélkapus bejelentkezést kell választani, ahol átirányítanak minket ugye ehhez az úgynevezett KÜ-höz, ami a központi azonosítási ügynökség, ahol az ügyfélkapuba, én ugye már be is léptem az ügyfélkapuba. Kiválasztjuk ugye a települést, hogyha a települést azt kiválasztottuk, akkor egy egyszerű lekérdezéssel, ugye én beírom, hogy Bonyhád, úgy hozza az alternatívákat is egyértelműen. Rákattintunk a lekérdezés gombra, Bonyhádváros önkormányzata, itt ugye, aki itt fizeti be az adóját, azt alapértelmezetté tudjuk tenni. Kiválaszt, és már meg is jelentek, akinek ügye van iparűzési adó például, az az ügykövetésre mehet rá, aki az adóegyenlegét szeretné lekérdezni, ezen a fülön teheti meg, az adóbevallásról tudunk információt nyújtani, ugye akinek magánszemély és gépjármű adója van, megtalálja ezen a fülön. Ügyet lehet indítani, például bejelenti azt, hogy ingatlanát eladta, máshol vett ingatlant, ezen a fülön tudja megtenni. Illetőleg, amiről beszéltem, nem kell már elmennünk a postára, hanem adókat, díjakat és illetékeket be lehet itt is fizetni. Nagyon sokan vannak Bonyhádon, azt látjuk, akik elkezdtek kiskertekkel foglalkozni, nem égetik már a zöld hulladékot sem, kihasználják a zöld járatot, tehát környezettudatosabbak lettek az ügyfelek is.
az mind nekik környezettudatosság kényelem szempontjából nagyon jó, hogy kettő kattintással otthonról az interneten számítógép segítségével eljuthatnak addig, hogy a gépjármű adót befizette, a kommunális adót megfizette. Ha nem, akkor lehetőség nyílik ugyanúgy, ahogy egy webshopban vagy egy webáruházban lehetőség nyílik arra, hogy ezt elektronikusan megtegye. Azt gondolom, hogy ez egy kényelmi és környezet tudatos lépés az ő szempontjukból, ugyanakkor az ügyintézésben nekünk hatalmas könnyebbség is, már nem kell akkor a papírt megfogni, a rendszerbe lekönyvelésre kerülnek ezek az összegek, követhető. A nap 24 órájában az ügyfél lekérdezheti azt, hogy hogy áll a gépjárműadó egyenlege, iparűzési adó egyenlege. De ez az e-papír szolgáltatás, illetőleg az e-önkormányzati portál, az ugyanúgy lehet, most nem a legnépszerűbbbe kezdem, birtokvédelmet indítani, mert a birtokvédelmi eljárás azért elég speciális, meg azt gondolom, hogy két embernek, ha nem tud megegyezni, akkor a hivatal iránymutatása alapján próbálunk nekik segíteni, de igen, az jutott először eszembe, birtokvédelmi eljárást lehet kezdeményezni, hatósági osztályon szinte már bármilyen kérelmet be lehet adni, tehát most már elkezdtük azt is egyébként ügyfélkapón keresztül szociális kérelmeket, temetési segély például, ezeket is ugyanúgy be lehet adni. Koller Mártonné Molnár Veronika ismert személyisége Bonyhádnak. Az erdélyi származású hölgy több helytörténeti könyvet írt már, emellett rendszeresen fest, új könyvében hajdani élt lakosok történetein keresztül mutatja be a város átalakulását, fejlődését. Mikor találkoztam ennek a könyvnek szerzőjével, elcsodálkoztam. Azok közé az idősek közé tartozik, akikben nem lakadt a vitalitás. Áradt belőle az elegancia és az élettapasztalat. Koller Mártonné Molnár Veronika túl van a 80. életévén és 4 könyvön. Ezúttal olyan helytörténeti érdekességeket gyűjtött egy kötetbe, mely a hajdan élt bonyhádiak és önmaga történetén keresztül mutatja be a város fejlődését, átalakulását. Elég sokáig törtem a fejem, hogy hogyan is tudom én ezt összehozni, hogy átölelve Bonyhádot és sok ember belekerüljön a könyvbe. Nem akartam csoportosítani, hogy ki, miért, hogyan. És úgy döntöttem, hogy utca szerint, ahol én a fiatal éveimet éltem, ha abból az utcából végigindulok Bonyhádon, ugye álmaim, képzeletem utcáján végig sétálva, és a régi épületek ugye előttem megjelentek, még azok az emberek, akik már réges-régen nincsenek az élők sorában, azok is mind valamiért ugye a képzeletembe előjöttek. Hát ezeket az embereket szerettem volna mindenképpen, hogy a könyvemben benne legyenek, mert hát az ember csak időskorban gondol arra, hogy milyen hamar elmúljanak az emlékek, az embernek a fejéből kiesik, hogy a nevét hallja. Hát igen, emlékszem, de már az arc nem ugrik be. Én kereskedőként kezdtem még az 50-es évek közepén. És főleg a Rákóczi utcaiakról írok, mert ott is éltem a szüleimmel, és abban az utcában volt az egység, ahol én tanulóként kezdtem. Hát majd, hogy képesített kereskedő legyek, Gyöngyösön végeztem a kereskedelmi iskolát, de utána szintén ugyanabban a boltban folytattam a tevékenységet, addig még a férjemmel nem váltottunk szakmát, vagy a vendéglátásba áttértünk, de így szintén emberekkel találkozunk, és abban az időben, még az 50-es években, ugye nem autóval jártuk végig Bonyhádot, hogyha valamint meg szerettünk volna nézni, meg gyerekkorunkban sem úgy működött, hogy autóval száguldozunk, és fogalmunk nincs, hogy melyik házba kilakik, sétálgattunk. Tulajdonképpen a szórakozásunk zömét a hosszú séták tették ki, és minden házban tudtuk, hogy kilakik, kötelező volt köszönni, mert hogy
abban az időben, ami ma már ugye nem divat, ugye, hogy a fiatalok köszönjenek. Idősnek, fiatalnak, mindenkinek köszöntünk. Az előző könyveimben is ugye régi dolgokról írok. A mi időnkben nem volt tévé, már kamaszlány voltam, amikor rádiót vettek a szüleim, nem voltam illekvőső, nem volt számítógép, internet. Amit akkor láttunk, hallottunk, tanultunk, megjegyeztük, a szülők meséjét, nagyszüleim meséjét, azt mi úgy magunkba szívtuk, és bennem megmaradt, hála Istennek. Nagyon elszomorító, mert ugye már a 80 körüliektől, ha érdeklődtem, mert amit leírtam, szóval, hogy az hiteles legyen, azért utána jártam. Ha hasonló korúakkal beszélgettem, nagyon sokan, jé, hát te még ezekre emlékszel? Szóval az ember nem bosszankodik, hanem sajnálja, hogy ők elfelejtették, mert hát nem vagyunk egyformák. Ha nem tartjuk meg a régi idők emlékeit, ha csak úgy átlépünk rajta, és nem válik fontossá, akkor szegényebbek leszünk, mondja Vera néni, aki egyébként saját bevallása szerint is nagy fényképgyűjtő. Közel 60 albumban gyűjtötte össze régi idők pillanatait. Ősökről, családtagokról külön-külön, de legszívesebben azokat az albumokat lapozgatom, ahol az őseim vannak. Szeretem azokat nézegetni, és valahol írok is erről, hogy a gazdagság nem csak pénzben mérhető. Az őseink szeretete, ismerete, szívet, lelket megtölti gazdagsággal. Szóval kell ismerni a gyökereket, kell tudni, hogy ki honnan származott, mert azért a szülőktől, nagyszülőktől nagyon sok érték megmarad, és az ember próbálja átadni a gyerekeinek, unokáinak, dédunokáinak, és hozzáfűzöm, hogy ezt kitől tanultam, vagy kitől láttam. Hát ha minden nem is marad meg a fejükben, mert ők már ebbe az új modern világba élnek, de azért eszükbe jut. Bonyhádról tulajdonképpen azokról az emberekről, akiről tudtam szerezni képet, mert nagyon sok lett volna, akiket úgy megemlítek, de már a hozzátartozók sincsenek, de amikor kimondjuk a nevüket, mert általában az embereket, ha megjegyeznek, és nem volt egy olyan személyiség, hogy egy kereskedő boltos, de hogy a Bolond Zolit, mindenki Bolond Zolinak hívta, és ez nem is volt sértő, pedig Novák Zoli a neve is, szint az én korosztályom és fiatal korunkban senki nem is tudta, hogy ő Novák Zoli. És hát szereztem, hála Istennek, róla is egy képet, és mikor így kimondtam, hogy jaj, hát a Bolond Zoliról van kép, senki nem mosolygott azon, hogy én a Csúf nevét emlegetem. Mert hát meg volt egy biciklijavító Brauer, mert több elég nagy szétágazó család, de mivel biciklijavító volt, azt csak Salleros Csúszinak mondták. Hát ugye, mire én a Csúsziról szereztem képet, hát én olyan boldog voltam, mert mindenki ismerte, mert abban az időben rengetegen biciklivel közlekedtek, és hát Sallerra ragasztották a gumit, meg mindent, és hát ugye ez Salleros Csúszi volt. És hát ilyen emberekről. Én azt hiszem, hogy az idős kort az emlékek szépítik. Mert sokan mondják, hogy az időskornak is van szépsége. Hát nem olyan sok, nagyon kevés, nagyon. De én azt hiszem, hogy azt a keveset tiszkörömmel meg kell ragadni, és nem elengedni. Minden kis apró örömnek az ember úgy kell örüljön, mint egy nagy örömnek időskorban. Mert ha fogy, mert időskorban. Többször fáj itt, többször fáj ott, már nem megy minden úgy, ahogy régen, az embert az bosszantja, meg minden. Szóval ilyen dolgok ugye megnehezítik az időskort. Tükörbe kell nézni, ugye az ember látja magán, hogy a szépség már réges-rég elszállt. Miután vége volt a riportnak, Vera nénivel még arról beszélgettünk,
hogy mindig is szigorú volt önmagához és a munkához. Egyébként, ha nem ír, akkor fest, mert hogy muszáj valamit alkotni. Veda néni a visszajelzések alapján azt mondta, elérte, amit akart. Örömet szerzett sokaknak, és ez minden fáradtságot megért. Bár a vírusjárvány miatt nehezebbé vált a művészeti oktatás, a Bonyhádi Alapfokú Művészeti Iskolában zajlik az élet. A járvány ideje alatt az elektronikus eszközök segítségével folyt az oktatás, a napokban pedig már a következő év előkészítése zajlik. Próbálnak a Bonyhádi Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola zenetanárai. Az idei esztendő számukra is kihívásokkal volt tele, hiszen a járvány miatt a személyes kontaktusok elmaradtak a diákokkal. Skype-on zenét tanítani és tanulni pedig nem a legideálisabb állapot. A hangminősége nekem az okozta a legnagyobb problémát, a hangminősége, mert én zongorát tanítok, hallom, hogy milyen hangot játszik, még látom is, hogy milyen újjal, de nem tudom, hogy milyen az a hang maga, de egy magánénekesnek, hogy pozícióba teszi-e a hangot az énekes. A fúvosoknál ugye nem biztos, hogy látja, hogy a hasába veszi a levegőt. Tehát meg a kontaktus az nagyon-nagyon fontos egy levegővételnél, hogy úgy tanítja meg a tanár, megfigyeli. Tehát szerintem ez nehéz dolog. Sokféle hangot lehetett hallani. Volt olyan tanár, aki azt mondta, hogy nagyon jó, élvezi ezt. Én kevésbé élveztem. Abban a szempontból jó volt, hogy rengeteg új dolgot is megtanultunk. Tehát a digitális kompetenciánk, hogy így mondjam, az fejlődött. Én például YouTube videókat tettem föl, és az nagyon hatásos volt a gyerekeknél, hogy ott mutattam, felvettem magamat, és hogy mik a tipikus hibák, vagy amiket láttam órán, és hogy ezt ne így csináld, hanem úgy csináld, és az tudtak fejlődni a gyerekek, úgyhogy egyértelműen. Ez nem egyszerűen oktatás, hanem itt a gyerekekkel tényleg így nagyon szoros kapcsolatunk is van. Van, hogy másnak nem mondanak el dolgokat, amiket nekünk igen, vagy pedig a zenében kijönnek azok a dolgok, kijátsza magából azt, amit máshol nem tud. Ha zenét nehéz tanítani ilyen módon, akkor táncot még inkább. Szarva Szilvia táncpedagógus keze alatt közel 100 gyerek dolgozik rendszeresen. Amikor azon a bizonyos péntek estén megtörtént a bejelentés, hogy akkor mi most már hétfőn nem találkozunk, akkor hát először egy jó adagot sírtam, mert hihetetlen nagyon kétségbe estem akkor, és hát zakatolt a fejemben mindenféle gondolat, és másnap reggelre már úgy ébredtem, hogy mondókákkal a fejemben, hogy a piciknek milyen mondókára miket tudok kitalálni, illetve a nagyok milyen speciális feladatot tudnak kapni, és kidolgoztam akkor egy táblázatot, amiben 4 típusú feladatot gyűjtöttem a gyerekeknek minden hétre, hogy legyen benne kreativitást fejlesztő feladat, amit szabadabban végezhetnek, legyen benne olyan, ami a kondíciójukat, a fizikai képességeiket szinten tartja, legyen olyan, ami egy picikét ismétlés, amit eddig tanultunk, egy kis ismerős anyag, amit újra át tudnak otthon nézni, illetve valamennyit haladjunk azért új anyaggal is. Na hát ez így ment az első néhány héten, miután rájöttem, hogy azért ez sok lesz, pedig úgy tűnt, hogy ez nem sok, aztán mégis kiderült, hogy igen. Tehát amennyire nekem új volt ez a helyzet, legalább annyira új volt a szülőknek, a gyerekeknek, és akkor szépen lassan elkezdtem engedni ebből a követelményből. És hát most ott tartunk igazából, hogy nagyon örülök annak, hogyha hetente visszajelzést kapok, és szerencsére kapok, és ők döntik el, hogy most hol tartanak, és melyik az a típusú feladat, tehát több lehetőséget adok, és ők döntik el, hogy mi az, amivel elmélyültebben tudnak foglalkozni. Én azt gondolom, hogy először is fel kell mérnem, vagy meg kell ismernem, hogy mit éltek meg a gyerekek, mert biztos, hogy van köztük olyan, akiknek ez az oktatási forma mégiscsak jobb volt, valamitől jobb volt, vagy mást hozott. Ezt látom onnan is, hogy közben volt egy online országos táncverseny, amire a gyerekek saját koreográfiákkal nevezhettek, és bizony olyan tanulók készültek el munkákkal, és fektettek bele iszonyatos energiát, akik évközben a hagyományos oktatási rendben talán nem teljesítenek ennyire elmélyülten, ennyire jól, ennyire eredményesen. Úgyhogy biztos, hogy figyelembe kell venni ezt is, és valahol ötvözni kell a két oktatási forma előnyeit. A jövő tanévre való jelentkezés ideje most érkezett el. Meg kellett oldani azt, hogy hogyan lehet jelentkezni. Eddig ugye egy jelentkezési lapot kellett kitölteni, meg hangszerbemutató is volt. És választhattak a gyerekek hangszert, a táncnál ugye máshogy oldjuk meg, de jelentkezési lap mindenképpen. Most ezt online felületen, a Drive felületünkön csináltuk ezt meg, egy jelentkezés, online jelentkezési lappal, és ezt a www.bonyhadiművészetiiskola.hu oldalon el is lehet érni.
ott is lehet jelentkezni, kitöltik és beérkezik hozzánk a jelentkezési lap. Mindegyik művészeti águnkra lehet jelentkezni, most már 4-re, eddig 3-ra lehetett, most már 4-re lehet jelentkezni. Bővültünk a színművészeti águnkat. Általában évente 35, körülbelül 35 új növendékünk van, és szerintem ott tartunk körülbelül, mint eddig. Szerintem ugyanúgy van a jelentkezés eddig, mint korábban. A zongora és az ütő, a hangszerek közül a táncból a modern tánc, második helyen van a néptánc, a táncból, hát a grafika is ugyanolyan népszerű, mint volt. Színjáték tanszak az ugye még hirdetjük, de azért még nem nagyon tudnak róla, úgyhogy még egyre kevesen jelentkeztek. A Vivát Bacchus énekegyüttes visszatérő vendégbonyhádon a fiúk ezúttal a Filharmónia Magyarország szervezésében érkeztek a városba, és az idősek otthonában élőknek adtak koncertet. Hely, ne okoskodj, ne halogass, ház a sattyán, ne vádogass, hajdanad, 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 hely, ne te kis, nanadonyos vagyok, nanadonyos, gyerbe, dobja vagyok, aki egyszer már hallotta énekelni a Vivát Bacchus énekegyüttest, biztosan szívesen emlékszik vissza az élményre. Ők is csatlakoztak a Filharmónia Magyarország kezdeményezéséhez, és járják a lakótelepeket, parkokat, hogy pár perc vidámságot vigyenek a bezártságba ítélt emberek mindennapjaiba. Bonyhádon is szívesen fogadták őket, és ezúttal olyan közönség előtt játszhattak, akik igazán megsínylették a vírusveszély miatti bezártságot. De én ezt soha nem bánom, hiszen pont ez volt a cél. Legyen végre egy kis szünet, és kezsegjen a vér. A zenét a térzenékre, a terekre, az ez esetben az 5000 fő lélekszámnál nagyobb lakosságú városoknak a köztereire kihozzuk, és a vírushelyzet ezt húzta keresztül, és gyakorlatilag nem hivatalos, de én azt hiszem, hogy az országban jelenleg az egyetlen létező, felelhető, nem hivatalos program, ez a bizonyos panel projekt, hogy a legfurcsább, leglehetetlenebb játszótérben, homokozóban, ablak alá, éppen a valakinek a konyhája alá odaállunk és énekelünk. Azt gondolom, hogy egy ilyen típusú intézményben a meglepetés során mindig háromszor annyira hálásak a kis öregek, ha szabad így mondanom a szó legpozitívabb értelmében, mert nyilvánvalóan ezen a helyen amúgy is kevesebb műsor van, jut, nem erre van gondolom büdzsé sem, lehet, hogy a kreativitás, az éves terv sem ezt tartalmazza, annál inkább lehet látni a kis arcukon a meglepetést és az örömöt, tehát még szerintem ilyen intézményből el nem jöttünk úgy, hogy ne azt láttuk volna, hogy ide bizony nagyon érdemes volt hozni 35 percnyi hangulatot. Ugyanolyan egyenrangú közönségként tekintünk rájuk. Egyszerűen ott ülnek előttünk, fülelnek, hallgatnak, onnantól kezdve nekünk egyféle közönség van, aki ott van előttünk. És neki kell énekelni, akár ketten vannak, akár 1327-en. Ez teljesen mindegy. Ez inkább élmény mindenkinek egy kicsit, hogyha nem minden nap énekel az ember öreg otthonban, idősek otthonában, a picik öregeknek. Úgyhogy ez mindig egy különleges zenei élmény is, meg inkább az ő arcukat érdemes figyelni közben. Két hónapos kemény intenzív időszakon vagyunk túl, teljesen elzárkóztunk mindenféle közösségi élettől, ugye szigorúan tartjuk a vonatkozó szabályokat, és bizony ez megnehezíti a mindennapjainkat, ezért kifejezetten nagy örömmel fogadtuk polgármester asszony által felkínált lehetőséget, hogy egy ilyen nagyszerű élményben lehet részünk itt a mai napon.
Egy kicsit kizökkentünk, örömmel fogadták az idősek, hogy egy másabb a nap. Tehát azért mi meglehetősen nyílt intézmény vagyunk, tehát igyekszünk mindenféle közösségi programon, rendezvényen, kiváltképp a helyi programokon részt venni. Nagy hangsúlyt fektetünk a hozzátartozókkal való kapcsolattartásra. Most mindez nem lehetséges, úgyhogy kifejezetten felértékelődik egy ilyen program. Azok a fajta mindennapos kontaktusok a családdal, itt azért gyakorlatilag minden lakónk napi szintű, közelnapi szintű intenzív kapcsolatot tart a családtagjával, tehát jönnek a gyerekek, jönnének. Ez most nincs. Lehet telefonálni, videótelefonálni, de azért az nem olyan, tehát ez hiányzik. Egy-egy ilyen program jelentősége mindig azért óriási, mert ugye előtte is foglalkoztatja az érintetteket, és hát utána is, tehát van miről beszélni. És hogy mennyire megdobogtatta az idősek szívét ez a feltájóra, álljon itt a legautentikusabb vélemény. Nagyon jó, kedves. Én nem is láttam még ilyen szépet, ilyen együttest én nem láttam még. Tiltakoztunk egy kicsit, hogy minek, de most nem bánom, nagyon szép. Ilyen élményben még nem is volt részem. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!